Titkos a szavazás, nem mondhatok semmit. Bocsánat, ha hátrább, ha hátrább ennek, hátrább meg, akkor lejjebb lépek. Kérjük szépen egy kis helyet. Köszönjük. Mire kíváncsiak? Az elmúlt hetekben a kormány több tagja járt az országot. Milyen tapasztalatokat szereztek? Hát tegnap én is voltam ilyen telefonálós központokban, ahonnan hívogatni szoktuk az állampolgárokat, és győzködjük őket, hogy jöjjenek el és vegyenek részt, és ott nagyon megértő, együttérző és az ügy fontosságát átlátó választópolgárokkal beszélhettem. Leginkább hölgyek vették fel a telefont, és általában a nők szokták eldönteni Magyarországon a választásokat, tehát bizakodóak lehetünk. Milyen eredményre számít? Ugye a legfontosabb kérdés, hogy többe a nem, mint az igen. Állítólag emiatt nem kell nagyon izgulni, de én már vesztettem úgy választást, hogy állítólag nem kellett volna izgulni. Aztán a végén mégis baj lett belőle, tehát amíg le nem zárják az urnákat, és meg nem számolják a voksokat, addig nem lehet biztosat tudni. Szerintem a nem több lesz, mint az igen, és ez elegendő felhatalmazást is adhat a mindenkori parlamentnek és a kormánynak. Mennyire jelentős az érvényes népszavazásnak? Hát mindig jobb az érvényes, mint az érvénytelen, de a közjogi következmények beállnak mindenképpen, hiszen azt vállaltuk, hogy a kérdésben foglalt jogi szabályozást, miszerint csak a magyar parlament dönthet arról, hogy kikkel akarnak a magyarok együtt élni, ezt a jogrendszer részét fogjuk tenni. Ezt akkor is megtesszük, ha érvényes, és akkor is, ha nem. Egy föltétele van ennek, hogy több legyen a nem, mint az igen. Az alkotmánymódosítást ne zárjuk ki. Ugye a jövő hétnek a legfontosabb feladata nem ez, hanem az, hogy Brüsszelbe elmenjek és ott tárgyalásokat folytassak, és megpróbáljam ennek az eredménynek a segítségével, ha ez megfelelő eredmény lesz, elérni, hogy ne legyen kötelező befogadni olyan embereket Magyarországon, akiket mi nem akarunk. És hogy a döntés is nálunk maradhasson. De ezzel párhuzamosan meg fogunk indítani egy többpárti megbeszélést arról, hogy milyen jogi formába illesszük be az emberek akaratát a magyar jogrendszerbe. We are from the Italian television. Italian. In English, can you make a statement? Yes, I try. Are you confident about the validity of the referendum, of the quorum? Are you confident? You cannot be confident, may I say, to use your phrase, because you know election is election. But I think the Hungarians are aware what is at the stake, and you know it's important because it's not about the will of the government, it's not about the intention of the parliament, it's the voice and the will of the people. If the yes win, are you going to resign? Yes. Finnish media, how is this vote going to affect your position and Hungary's position in European Union? The European Union is imagined as a democratic community. So the outcome of that referenda is not about the government and not about the parliament, it's about the Hungarian people. So the Hungarian people will express clearly their intention, opinion, voice and will. And if European Union is democratic, as we are convinced it is, must accept what the Hungarian people will and not will. Do you think other countries will do the same, you think? We are proud that we are the first, you know. Democracy is something which must be reinvented again and again. And in many countries, people think that referendum is or could be against the democratic decision-making system of the parliament. But there are questions and issues when the voice of the people is necessary. So it's too important to be decided only by parliament, parties and government. So we are proud that we are the first. And unfortunately, we are the only one up to now in the European Union who managed to have a referenda on the migrant issue. I would be happy to see other countries to follow, but anyway, I have some responsibility for the leadership of Hungary, not for the other countries of European Union. Right. Thank you very much. A többi testre meglátjuk. Köszönöm, hogy nem
autó. Igen, tudom. Elengedik, ugye? Ha, hogy ne engednénk? Köszönjük. Menjenek szavazni!